Üdvözlöm Önöket, a Heti TV Erzsébet városi magazinját látják. Megjelent magyarul Edith de Wint holland zsidó orvos memoárja, amelyet az auschwitzi koncentrációs táborban írt. Az Auschwitz végállomás című könyvet múlt hét szerdán mutatták be. Köszönjük szépen Jávori Ferenc, vagy a Kossuth Díjas zeneszerző előadó zongora játékát. Köszönjük szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Életmenete Alapítvány és a Lira Csoport Akadémiája közös holokauszt emlékrendezvényén, itt a New York Police Dedicatology kávézójában, amit mi a kultúra képviselői mindörökre csak New York kávéházként fogunk ismerni. Lehetően. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a rendezvény fellépő vendégeit, őket név szerint a program folyamatában fogjuk bemutatni. Ez a rendezvény, ez részben egy holokauszt emlékrendezvény, részben pedig egy sajtótájékoztatóval egybekötött könyv bemutató is. Auschwitz. Auschwitz a humánum nullpontja az emberi történelemben, a totális nulla fog kelni. Edith de Wint szabálytalan Auschwitz memoárja az erről a nullpontról szól. Auschwitz végállomás. Ez a címe Edith de Wint művének. Azért szabálytalan, mert a memoárok többnyire valamiféle emlékfeldolgozási folyamatnak a végproduktumai. Ebben az esetben ez nem tudott megtörténni. Edith de Wint, aki egy holland zsidó orvos volt, és Auschwitz túlélő, a visszaemlékezését még a táborban kezdte el írni, kevéssel a tábor felszabadítása előtt, majd néhány hónapon belül befejezte ezt a szöveget, és 1946 tavaszán Hollandiában, holland nyelven meg is jelent ez a mű. Tehát a magyar holokauszt irodalomban talán a legfőbb referenciapontként megjelenő Nyiszti könyv előtt néhány hónappal ez a könyv megjelent. Ez a koraisága ennek a műnek kétféle dolgot mindenképpen jelent. Mind a kettő kapcsolatban van az a hagyománnyal, ami körbeveszi a holokauszt irodalmat. Mert hogy ugye a II. Világháború után mi évtizedekben kialakult egy szokásrendje annak, hogy hogyan szabad, hogy hogyan érdemes, vagy egyáltalán hogyan lehetséges beszélni a Auschwitzról és az egész holokausztról. Edith de Wint művére ez a szokásrend ez nem tudott hatással lenni, mert hogy még a hagyomány kialakulása előtt született egyrészt. Másrészt pedig, mivel az 1946-os első megjelenés után évtizedekig nem juthatott olvasóhoz ez a mű maga sem hatott erre a hagyományra. Ezért aztán ez a visszaemlékezés több pontján a korábban megismert eltérő képet mutat. Auschwitzról és a holokausztról. Alapjelenségeiben nem tud eltérő képet mutatni, de árnyalataiban igen. Többféle hagyományos narratívát újra ír, újra mesél.
több ilyen is található ebben a művel. Számomra az egyik, a sok közül az egyik ilyen megrázó narratíva, újramesélés, az az, ahogyan az SS-nek a munkáját leírja eddig a bűnt. Ugye úgy ismerjük hagyományosan a holokausznak ezt a perspektíváját, aspektusát, hogy a németek egy ilyen német precizitással gyártják a halált, egy hidegfejű precizitással Auschwitzban és az összes haláltáborban. Edith Wind visszaemlékezéséből az derül ki, hogy ezeknek szakértelmük sincs, hogy ezek, akik ott működnek, ezek az SS keretlegények, ezek nem értenek semmihez. Ahhoz sem egyébként, amit el akarnak érni. Több helyen írja Edith Wind a műben, hogy csak a szlogenek szintjén pontosak és szervezettek, de egyébként ilyen lumpen senki házik, akik körülöttük vannak, akik a saját tehetetlenségüket és hozzá nem értésüket fedik el azzal, hogy reggeltől esti állandóan ütlegelik a fogvatartottakat, miközben a másik táborban folyik az emberek szisztematikus megsemmisítése. Több ponton tehát akár új aspektusokat is adhat a holokauszt irodalomhoz ez a könyv, és ahhoz, hogy egy kicsit megismerhessük ezt a szöveget, a következő programpontként egy rövid részletet hallgathatnak meg ebből a könyvből. Felkérem Balázs Lajos színművészt, kérek, hogy egy részletet mutasson meg. Dalej, dalej! Kiáltoztak a lengyelek. Dalej, biztos, kiabáltak az oroszok. Los, Schweinhunde! Orrított a blokkfelügyelő, és amikor egy SS járt arra, akkor kényszerűen hangosan ordított, és botjával rávágott a hozzá legközelebb állóra, hogy bizonyítsa, milyen szorgalmas blokker tiszte. Mindenhol ez volt a náci. Az SS-ek ordítottak mindenkivel, a blokkfelügyelőkkel is, a blokkfelügyelők szintén ordítottak, és vertett mindenki, a lengyelek. A lengyelek pedig a leggyengébbeket választották ki, hogy velük ordítozzanak. Ez volt Hans és egy Lej nevű lengyel zsidó. Ők nem szóltak vissza. Hans kérdezte, hogy a lengyelek csak azért ordítanak, hogy levezessék a feszültséget, mert velük is ordítoznak. A Führer ordított a tábornokaival, ők ezt kibírták. Mert ők ordibálhattak a tisztjeikkel, a tisztek pedig a katonákkal ordítoztak. Mint egy milliárd golyó, amely megáll, ha neki ütközik egy másik golyónak, úgy nyugodtak le a katonák, miközben ordítoztak, és ütötték, verték a foglyokat. A flott felügyelő verte a lengyeleket. A lengyelek verték Hansot. Így ért a Führer ütése Hanshoz. És onnan már veszélytelen volt, mert Hansnak tehetetlen kiszolgáltatottságában nem volt kit ütni. Tehetetlen és kiszolgáltatott volt akkor is, amikor a Kavics egyhez értek, két csapatban kellett volna fellapátolniuk a Kavicsot. De ő valahogy mindig mind a kettőben benne. És amikor leváltották a csapatot, és ő is át akarta adni a lapátját, soha nem volt, aki átvegye. Érthető, 15 egyenlő 7 plusz 8. 8-an dolgoztak, 7 ember volt a váltás. Így a 8-at nem volt, aki leváltsa. És a 8-adik mindig panaszkodott. Panaszkodott Leibnél, ő beszélt valamit a többiekkel lengyelül, de csak nevettek, és nem történt semmi. A kocsi többször fordult, mert felrakták a sódert, és elszállították a táborba, ahol a többiek a karanténból már az utakat szólták fel vele. Az súron vizes volt, a keze felbújagosodott a lapáttól, fájt a lába, ahol a facipőperebe feltörtem fedetlenből. Miután a lengyelek sokat szólva is ödvötték előre, oda ment az SS-hez,
aki a Kavics egynél bőrködött. Herr Sturman nem hagyott ilyesmivel foglalkozni. Az kapott egy pofont, és ment minden tovább. A blokkfelügyelőt löpöste, a lengyelek gúnyolódtak. Amikor a hatodik forduló után a teli kocsival beérkeztek a táborba, már minden kommandó tisztelt. A foglyok a blokkok előtt sorakoztak. Mindenhol üvöltöztek, hogy siessenek, és félig futólépésben hozzolták tovább a kocsit, mert öklök emelkedtek a levegőbe, és minden SS, aki mellett elmentek, rájuk sózott egyet. Liegre érkeztek a karantén épületéhez. Leállították a kocsit, és felrobbantak. A folyosó gomákot sorakoztak a többiek. Mindenhol káromkodás fogadta őket. Az előjárók ütötték, verték őket, mintha ők tehettek volna róla, hogy túl sokáig kellett dolgozni. Az apel sokáig tartott. Az SS már rég elment, és még mindig ott álltak és vártak. Hans szédelgett. A szívet nem akart lenyugodni. A torkát, mintha elszorították volna, és a feltört lába úgy égett, hogy újra és újra könyszögött a szemébe. De ha egy pillanatra legugolt, hogy a mögötte lévő ágyának akar támaszkodni, mindjárt akadt egy fogolytárs, aki oldalba lőtte, hogy álljon a vigyázba. Az appel után sorban állás kenyérért, megint végtelen sokáig. Aztán kenyér és kávé, a kenyérem egy kenésnyi lekvár. Lejárta, megitta a kávét, de a kenyeret nem bírta lenyelni. Később, ha pihen egy kicsit, majd megéhezik. Levet között és lefeküdt az ágyra. Megváltásként jött szemére az álom, szabadulásként a evederektől, amely a kocsihoz kötötték. Már nem volt a kezében lapát, elmúlt a fájdalom, elcsitult a vágyakozás, mert lesüllyedt a tudattalanság sötét mélyébe. Egyszer csak felhangzott egy ordítás, amire felriadt. Alle aufstehen! Ez még mi? Micsoda zűrzava a fenegetlen mélységből felbukkanó tudat számára. Anya szólítja tűzva, betervet lázas, alibit mozdulni. Aztán minden világossá vált. Az orosz, akivel az ágyon osztozott, megrázta, lábellenőrzés. Most mi lesz? Este a kínoktól és a kimerültségektől elaludt, így nem mozdult meg. Most pedig már éjszaka van, és neki piszkos volt a lába. De ezúttal szerencséje volt. Az SS úgy be volt rúgva, hogy nem látott mindent élesen. Továbbra az mellett, aki egy fél óra múlva újra az ágyban feküdt, és rögtön el is aludt. Hajnali négykor egyáltalán nem volt kipihenve, az izmai, a bőre, mindenek fájt. Remélte, hogy nem kell megint dolgozni mennie, de jó remény volt. Amikor felsorakozta, megjelent a Sturmbannnisz egy cédulával, amelyen a vontató csapat számai szerepeltek. Hans ismét befutózta. Vendégünk volt Niedermüller Péter, Erzsébet város polgármestere. Volt Európai Uniós képviselő a DK részéről, Erzsébet város polgármestere, egyetemi tanár, és nem sorolom tovább, hogy mi mindenhez ért és mindennel foglalkozott. Önnek az utóbbi időben nagyon jó a sajtója, azaz mindenki önnel foglalkozik. De érdekes módon csak egy idézetet hallunk.
ezt az idézetet lenne kedves megmagyarázni, hogy én is megértsem, illetve úgy értsem meg, nem mindegy médiafogyasztó, hanem azok is, akinek nem filozófiából van doktorátusok, azok is értsék, hogy mire gondolt és mire beszél, miről beszél. Filozófiából nekem sincs doktorátusom. Még lehet. Hát már nem hiszem, de elvileg bármi lehet. Ugye itt nem egy idézetről van szó, hanem egy beszélgetésből kirángatott három vagy négy szóról. Miről szólt a beszélgetés? A beszélgetés az a Fidesznek, a kormánypártnak a kommunikációs, feltételezett kommunikációs kríziséről szólt, válságáról szólt, és arról folyt a beszélgetés, hogy már odáig jutott a kormánypárti propaganda, hogy már lassan nem talál magának ember, csoportot, jelenségét, amit meg tud támadni, amit ellenségképé tud tenni. És ott erről beszélgettünk a Gyöngyös-Patai ügy kapcsán, az úgynevezett börtönbiznisz kapcsán, és így tovább. Ebben az összefüggésben mondtam én azt, hogy itt hogyha ezeket leválasztjuk, ezeket a különböző ilyen megkülönböztető stratégiákat, objektumokat, csoportokat és egyébként, akkor egyetlen egy, és akkor itt használtam ezt a szót, nem azt mondtam, hogy csoport, nem azt mondtam, hogy választópolgár, hanem azt a szót használtam, hogy képződmény. És azért használtam ezt a szót, hogy képződmény, mert ez arra utal, hogy ezt mesterségesen hozzák létre. Tehát egy ideológiára gondolt? Ez egy ideológia, és én erről beszéltem. Arról beszéltem, hogy ezt az országot végképp, és aláhúzom még egyszer, végképp tönkre fogja tenni, hogyha ilyen megosztó, gyűlöletkeltő ideológia lesz. Én szerintem, engedje meg szerkesztő még egy mondatot, én szerintem ugyanis egy országnak polgárai vannak. Nem fehérek, nem keresztények, nem heterok, és semmi más, polgárai vannak. Abban a pillanatban, amikor a kormány, a politika elkezdi az állampolgárokat ilyen módon szalámizni, abban a pillanatban automatikusan kirekeszt más társadalmi csoportokat. Erről folyt a szó. Na de polgármester úr, ideológiáról beszélünk. Ön, amikor elmegy egy televízióba vagy egy rádióba, azt szeretné, ha az ország minden lakója érteni azt, amit ön mond, nem? Tehát nem egy kiválasztott társasághoz beszél, viszont ön egy túlképzett, elnézést a kifejezésért, mégiscsak egyetemi tanár volt. Tehát valami olyan hasonlatokat kéne találni, ami nem félreérthető, illetve nem félremagyarázható. És én aztán tényleg nem szeretnék önnek tanácsokat adni, annál is inkább, hogy nem hiszem, hogy én egy nagyon drága tanácsadó vagyok, hogy erre lenne pénze. De én úgy érzem, amikor már egy egész ország és egy plakáton önt nem éppen szimpatikusnak, ez nagyon hasonlít ez a plakát, valami német szobafestőnek az ábrázatára, és mindenki gondoljon, amit akar, a nézés, a szájtartás, ami nem hiszem, hogy ön, de a plakátnak megfelel. Tehát akkor nem sokkal egyszerű azt mondani, hogy hölgyeim és uraim, én egy egyetemi katedráról jövök, az Európai Unióba értik, amit én mondom, aki megsértődött, illetve félreértette, amit én mondom, akkor jól figyeljenek, elmondom még egyszer, tehát nem heteroszexuális, nem fehér emberekről, meg nem tudom én, mi volt a harmadik, mert én nagyjából úgy megértettem, na de hát nem mindenki médiagyártó és médiafogyasztó. Nem fél, hogy az emberek félreértették, hogy nem értették? Hát különben nem sikerülne a parlamenti társainak egy egész hatalmas nagygyűlést összehívnia. Azt még nem tudjuk, hogy mennyire lesz nagy a nagygyűlés, majd meglátjuk délután 5 órakor. De ugye van néhány mondat, amit muszáj ezzel kapcsolatban mondani. Először is örömmel és szívesen fogadok minden tanácsot, ingyen is, pénzem valóban nincs rá, de hát nem is erről beszélünk. Nyilvánvaló, hogy mindenki, hogy mondjam, a saját képességeinek megfelelően beszél. De még egyszer mondom, itt nem arról van szó, hogy én félreérthetően vagy úgy fogalmaztam, hogy azt nem lehet megérteni egy átlagembernek. Egy átlagember pontosan tudja, hogy erről van szó. Itt arról volt, azzal indult az egész vita, vagy nem tudom minek nevezzem, felháborodás, azzal indult, hogy elkezdték ezt a dolgot szisztematikusan félremagyarázni. Senkit,
de senkit nem érdekel az, hogyha én most elkezdenék magyarázkodni, hogy de ez így. Tehát ott, önt meghívták ugyanabba a kereskedelmi televízióba, ahol ez a Baki megszületett, illetve félreérthető mondatok megszülettek, és könyörgött önnek a műsorvezető, hogy az ég szerelmére itt egy létre jöjjön le, és mondja azt, hogy ha félreértettek, akkor elnézést, elmondom még egyszer, hogy mire gondoltam. Az egész, az ön által említett kereskedelmi televízióban az egész beszélgetés arról szólt, hogy ezt magyaráztam. Ha én egy ideológiáról beszélek, én egy ideológiától nem tudok bocsánatot kérni. Sőt, ennél hát az ideológiák azok nem mondani. Emberek. Hát erről beszélek. Ennél de... erősebbet is tudok mondani. Nem nekem kell bocsánatot kérni. Azoknak kell bocsánatot kérni az országtól és a társamtól, akik 10 éve, igen, most már 10 éve, szisztematikus és rendszer szerűen egymással szembefordítják az embereket. Akkor most, amikor egy hatalmas, nekem 30 ember is hatalmas tömeg, akkor... vagy Isten tudja, fog érkezni, le fog állni beszélgetni velük? Nem, válaszolni fog? Eszem ágában nincs, mert ön is pontosan tudja, hogy senkinek nincs ezen a kezdő az emberek közül semmiféle igénye arról, hogy valamiről racionálisan beszélgetjünk. Ott az fog történni, ami az ön által említett kereskedelmi televízióban az egyik elemző mondott, hogy ott annyi gyűlölet és gyűlölködés fog elhangozni, hogy máshol összességében nincs annyi, mint ezen az egy tüntetésen lesz. Már most is ez folyik, a legdurvább és legaljasabb gyalázkodás, csak nem képzelő, hogy én felveszem ezt a kesztyűt. Jó, akkor témát váltunk. Az egyik heti lap, ami most már nagyon népszerű, azt írta, hogy Erzsébetvárosban van egy, nevezzük nevén egy ilyen zsidó skanzen, én próbálok, minek utána érintett vagyok, nem belebeszélni a dologból, és azt mondta, hogy azt szerette volna, hogy ne filozofálgassanak és vallási vitákat folytassanak, hanem valami más legyen. Hogy kell ezt érteni? Hogy kell érteni? Ugye ez a bizonyos folyóirat vagy újság, amire ön hivatkozik, megkérdezte, beszéljünk egyenesen, megkérdezte, hogy miért cserélte le az önkormányzat balosokra vagy baloldaliakra ezt a bizonyos kuratóriumot, amit elmondtam. Tényleg hogy balosokra cserélte le? Nem, most szeretném elmondani. Ugye nagyon világosan mondtam, hogy két alapelv volt, és ehhez én következesen tartottam, és tartom is magam. Egyrészt nem akartam ezt a kuratóriumba politikusokat tenni, nincs is egyetlen politikus benne, és nem akartam különböző egyházi vezetőket odarakni. Ezt mindenki el is fogadta. Én azt gondolom, hogy ott olyan szakemberek vannak, akik ahhoz a témához, amiről itt szó van, ahhoz kitűnően értenek. A legkülönbözőbb szempontokból. Az, hogy ki balos ebbe, jobbos, közepes, nem tudom én mis, ez a kérdés nem vetődik föl. Nem talál a kuratórium tagjai között olyanokat, akiknek ne lenne ehhez a témához, ehhez az intézményhez szükséges szakértelme, semmi másról nincs szó, és jellemzőnek tartom, és ez kapcsolódik az előbbi beszélgetésünkhöz, hogy nem azt nézik meg, nem arról folyik szó, hogy tényleg van-e szakértelmük ezeknek az embereknek, hanem az, hogy jobbos vagy balos, soros vagy nem soros, és ezt azt gondolom, hogy ez megint egy olyan vita, amiben én nem fogok beleszállni. Hát addig, ameddig én ebben benne vagyok, addig én sorosmentes vagyok, úgyhogy rólam mindent mondhatnak, csak azt nem, hogy soros vagyok, mert tényleg sorosmentes vagyok, és ennek oka van, de ezt nem itt fogjuk most megbeszélni. Ezt az intézményt az elődjei létrehozták. Ez az intézmény nagyon sok pozitív dolgot tett. Volt egy óriási hibája, hogy nem volt és nincs neki muzeológusa mind a mai napig. A magyar törvények minden ilyen intézményt messze menőek támogatnak, hogyha van muzeológusok és múzeumi kategóriába kell. Mondom a példát, nem hosszabbítok, hogyha Ózd mellett egy általános iskola úgy dönt, hogy följön a fővárosba és meglátogatja például ezt a múzeumot, egy fityink kedvezményt nem fog a MÁV-nál kapni, mert ez nem múzeum. Tehát el kell, hogy menjen mondjuk a Nemzeti Múzeumba, hogy gyorsan végigrohannak, és annak az álcája alatt kell, hogy eljöjjenek a Csányi 5-be. Lehet-e tenni valamit? Ezen kívül önnek van egy másik hasonló intézménye, ami a világ csodájára járnak, hisz egy zsidó ablakműves, aki a bazilika üvegeit megcsinálta, a fél Rómába és a fél világon zsidó létére remek műveket teremtett, természetesen zsinagógákba is, és ez az intézmény sem múzeum. Talán megérné az a pici investáció, hogy mind a két intézménynek legyen egy
múzeológusa, és az ön által vezetett kerületbe két olyan múzeum is működhessen, ami az egész magyar nép csodájára járhatna? Természetesen elképzelhető, de ugye egy dolgot én szeretnék nagyon világossá tenni, nevezetesen azt, hogy a koncepcióba, abba, hogy a Csányi 5 a zsidó történeti tár hogyan fog a továbbiakban működni, azt nyilván majd a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai fogják kitalálni az intézmény vezető nőjével vagy vezetésével közösen. Én azt gondolom, hogy az, amit ön felvetett, az, hogy múzeum jellege legyen, ez valóban egy lehetőség. Gyorsan hozzáteszem, hogyha ez nem sikerülne, akármilyen oknál fogva, akkor az önkormányzat előkészít egy lehetőséget arra, hogy azok az iskolai osztályok, sőt szervezi ilyet, azok az iskolai osztályok, amelyek oda akarnak menni, meg akarják nézni, akár a Rótmisáról beszélünk, akár a Csányi 5-ről, azokat támogatni. Kap 12 piros pontot, mert pontosan tudta, hogy Rótmisáról van szó, direkt nem mondtam, mert azért teszteljük a nézőinket. Polgármester úr, az ön gyerekei is látják ezt a plakátot, önnek vannak gyerekei, fiatalabbak, idősebbek, van felesége és vannak szomszédai. Mit mond nekik, hogy mi ez a plakát, és hogy éli ezt meg? Engem az emberi oldala érdekel, nem a politikai oldala, mert ön azt ígérte nekem, amikor 7. kerület polgármestere lett, hogy ön egy utcán járó polgármester lesz, és a várost szeretné, a kerületét jól vezetni, és nem jobb vagy baloldalra, vagy bármiféle szélsőségek felé. Amikor ide jöttem az úton, hát 15 percül akkor minden, vagy 13, vagy 12-re, tehát egy rövid távon 5-en állítottak meg, és mondták azt, hogy fel a fejjel, nem kell ezzel törődni. Ennyit nyilván vannak olyanok, akikkel nem találkoztam össze, akik más mondanának, hogyha... Na de én nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy ez engem aggaszt. És ha nem mondta volna ezt, akkor talán nem lenne. Igen, mivel viszont, mert azt kérdez, hogy hogyan élem. Hát persze, hogy nem élem meg jól. Hát persze, hogy ez egy, hogy mondjam, egy nyomás. Egyáltalán nem örülök annak, hogy ez a cirkusz van. De én azt gondolom, hogyha csak ránéz arra a plakátra, annak már az egész jellegéből, ugye az a bizonyos fotó, amit megemlített, az is, ha megnéz egy korábbi kép, azt egy bizonyos szélsőjobboldali orgánum, nem mondom ki a nevét, folyamatosan használja. Ebből önmagában látszik, hogy mi fog ott történni. És ki az, aki szeret szembesülni a gyűlöletkeltésnek ilyen megmozdulásaival? Nyilván én sem. Szomszédaim nem kérdezik? Nem. Félni nem félek. Annak örülök legkevésbé, hogy a gyerekeimnek ezzel szembesülniük kell, de hát nekik meg elmondom azt, amit gondolok, és a gyerekeim azok azt gondolom, hogy rendkívül szolidárisak velem. Ha jól értem, akkor azt szeretnék, hogy a politikai porondról távozzon. Hát, mi a válasz erre? Azt, hogy nem távozok. Bízom benne, hogy mindenki világosodik, és én a barátság és a megértés híve vagyok, és ingyen és bérlőn adok tanácsokat, akkor tessék szíves népszerűen beszélni, hogy ne lehessen mód arra, hogy félreértsék, mert ha valakit félreértette, félre akarta érteni, vagy félreértette, akkor lehet, hogy ezt nagyon megbántotta, és kár lenne, mert lehet, hogy nem ez volt az alap gondolata. Így van. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rád. A Történelemtanárok Egylete rendszerváltás 30 projektjének keretében a 7. kerület Erzsébetváros önkormányzata támogatásával a rendszerváltás 30. évfordulójának alkalmából nyilvános kerekasztalbeszélgetést szervezett a rendszerváltáskor, illetve azóta is aktívan tevékenykedő erzsébetvárosi közéleti személyiségek részvételével. Az eseménnyel 7. kerületi civil szervezetként a TTE a lokális történelmi emlékezet megismerését kívánja segíteni. Mindenkit szeretettel köszöntök, Miklósi László vagyok, a Történelemtanárok Egylete szervezet elnöke, a mi egyesületünk, épp az előbb beszéltünk róla, hogy idősebb ám, mint az első szabadon választott önkormányzat egy évvel, hisz tavaly volt 30 éves a Történelemtanárok Egylete, és mivel a mi egyesületünk is a rendszerváltáshoz kötődve alakult, sőt, az alakítása a rendszerváltás része volt, ezért is adta magát a gondolat,
hogy nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk Erzsébetváros rendszerváltásának egy kiemelkedően fontos eseményéről, az első önkormányzat létrejöttéről a rendszerváltás után, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egykori testület 4 kiváló tagja itt van köztünk. Én csak annyit mondanék, hogy mind a 4-en egy másik frakcióban ültek, és ez ma már szinte hihetetlen, azért ezt mindenki érzékeli, hogy jól beszélgetnek egymással. Én azt remélem, hogy 30 év múlva a mai testület tagjai is képesek lesznek hasonlóra. Hát ezt majd meglátjuk, vagy unokáink meglátják. Már többet beszéltem, mint akartam. Eredetileg úgy gondoltam, hogy én mutatom be a jelenlévőket. Most azonban azt kérem, hogy mindenki önmagát úgy mutassa be, ami ehhez a bizonyos első üléshez, első önkormányzathoz is kapcsolódik. Köszönöm szépen, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy a résztvevők közül elsőnek szólhatok. Egy apró kiigazítással szeretnék élni. Én a 90-ben alakult testületnek nem voltam tagja. Én 94-ben kerültem be először az önkormányzatba. Semmi gond. De viszont az kerületi MDF-nek hát az egyik elsők közötti tagja voltam, és elnökségi tagja voltam már 90-ben. És valamilyen bizottságban benne is voltam, mint külsős tag annak idején talán. Vannak, akik itt emlékeznek rám, hogy együtt ültünk valamilyen bizottságba. Meg nem mondom már, hogy melyikbe, de elképzelhető, hogy a Szociális Bizottságnak a külsős tagja voltam. Ugye én politizáltam 2010-ig, egészen az MDF megszűnéséig. 4 cikluson keresztül voltam képviselő. Jelen pillanatban nyugdíjas vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Aki nem ismerne, Puskás Attila Sándor vagyok. De azt hiszem, hogy a kerületben eltöltött lassan 52 év alatt az elég sokan ismernek. A 90-es önkormányzati választásokon kerültem be először, mint önkormányzati képviselő, és akkor még Fidesz frakcióként, nem Fidesz-KDNP, akkor még Fidesz frakcióként, és egészen 2010-ig, vagy 2014-ig voltam Fidesz frakció, és onnantól függetlenként voltam még egy ciklust, és onnan úgy éreztem, hogy így 24 év után ebből pont elég volt, amit lehetett megtettem, amit addig nem tudtam 24 év alatt megvalósítani, azt gondoltam, próbálják meg az újak, és majd 30 év múlva megnézzük, és elbeszélgetnek róla, hogy mi sikerült belőle. Előzetesben ennyit, mert a 88-89-90-ről órákat tudunk majd beszélgetni, meg fölemlíteni még, amire emlékszünk. Mert valamire emlékszünk, valamire nem emlékszünk. És azért várom a kollégáknak, hogy elindítsuk a beszélgetést. Tehát is az a Molnár Pistiek, aki akkori, úgymond koalíciós partnerünk volt, mint SZDSZ. Köszönöm a szót, én Molnár István vagyok. 1990-ben az SZDSZ színeivel kerültem be az önkormányzatba, és most töltöm éppen a 7. ciklusomat, és én szeretném megköszönni ezt a fórumot, ha másért nem azért, mert valóban mi azóta is mindig tartjuk a kapcsolatot, és jó barátok vagyunk, és nagyon sokan a 90-es és még a 94-es testületből így vagyunk, úgyhogy remélem, a 30 év múlva is így lesz a mostani képviselőknél, és hát persze majd kezdjük a ki, hogy került politikában. Most csak a Zolinak addig továbbadom. Köszönöm szépen, engem meg Szabó Zoltánnak hívnak. 1990-ben én ugyan a Magyar Szocialista Pártnak voltam tagja, de a képviselőtestületben egy különféle szociáldemokrata, hát azóta már nem létező pártoknak és ilyen szövetségeknek, meg ilyeneknek, egy 7 tagú szövetségnek a jelöltjeként kerültem be listából.
ketten voltunk ebből a listából, Hány Gyuri és jó magam. Aztán én 94-ben országgyűlési képviselő lettem, és akkor a kerületi testületből kiszálltam, majd 98-ban meglehetősen váratlanul is a SZDSZ 6-6-os közreműködése folytán visszatértem a testületbe, akkor már polgármesterként, úgyhogy hát ezek történtek velem akkor, ezt követően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most ez a másik is működik. Igen, abszolút, tehát azt javaslom, hogy az asztalon van a felén. Megosztozunk a három mikrofonon. Köszönöm a nagyon gyors bemutatkozást. Ki hogy került, hogy úgy mondjam, tűz közelbe? De próbáljuk meg ezt viszonylag röviden, különben másról se tudunk beszélni. Tehát mondjuk, ha maximum három dolgot említve, vagy egy kicsi ívet húzva, ki hogy került a helyi politika fősodrába? Bármilyen más sorrendben is mehetünk, akár vagy ugyanebben, ki mit szeretne, akár szabadon választott sorrend. Tessék! Akkor kezdeném. Hát engem mindig érdekelt a földrajztörténelem, és nagyon sokat olvastam, ugye, aki még emlékszik, például volt a Magyar Ifjúság című újság, amiben ugye nem lehetett nagyon beszélni a szocialista tábor ügyeiről, de mondjuk angolai polgárháborútól kezdve, és ugye ott feltűnt az embernek, hogy azért vannak pártok is. Magyarics Péter történész, nem tudom, nyilván te ismered, ugye a Radnótiba meglepődött, amikor 15 évesen megkérdeztem, hogy nálunk miért nincs több párt, hát nem nagyon tudott rá válaszolni, ott üljek le, ötös, csak ne nagyon forszírozza. Igazából én, amikor 18 évesen elmentem képesés nélkül tanítani, és a levelezőn végezte a főiskolát, nekem ott jött az egész, nekem Pátai Tamás volt a tanártársam, aki 6 évvel idősebb volt, és az ő apukája volt Pátai Tivadar, a Kisgazdapárt utolsó elnöke. Ugye, ahogy összebarátkoztunk, nagyon sokat mesélt az életéről, hogy őt 6 évig ugye nem vették fel a főiskolára se, és amikor kvázi együtt elkezdtük a főiskolát, akkor is megmondták neki, hogy értem, nem, na jó, most már főiskola, igen. És hát voltam is fönn náluk a Széher úton, megmutatta, hogy melyik 4 munkás családot költöztették be az ő házukba, ugye az Átkosban, és ő például sokszoros magyar bajnok kajakos volt, és soha nem mehetett nyugatra, se olimpia, se EB, stb. Egyébként a mai napig tartom vele a kapcsolatot, 87-ben, ahogy tette egy bölcsiszitát Kanadába a feleségével együtt, és nekem a Tamás volt olyan, aki úgy elkezdte mondani, hogy hát azt a kórai gépet, azt nem is így lőtték le, úgy lőtték le, és nekem ez egy nagyon, nagyon, tehát nekem ő az, aki megmutatta, hogy van más világ is, mint a hivatalos világ. Röviden így ennyi, és akkor ahogy a 7. kerületben az MDF alakult meg legelőször, 89 elején láttam, ki volt írva, hogy a gyógypedagógiai főiskolán, az a Bethlen Gábor téren, ma már nem az, fórum van. És akkor elmentem oda, és ha jól emlékszem, Fül Lajos és Gáspár Miklós volt a két előadó. Mondjuk a Gáspár Miki annyit mondott összesen, hogy akkor most kiléptem, mert megalakult a KDNP, és átlépek oda. És nagyon sokan voltak, hihetetlen, tehát teltház volt abban a nagy teremben. És akkor gyorsan beléptem, és akkor annyit tettem az MDF-ért, hogy mint egy ilyen faboltban dolgoztam akkor, hogy a barátommal elhoztunk egy ekkora fadarabot, és a Dembiszk utca az MDF első irodájának mi vittük az első asztalát, mert el kell mondjam, a Csihajdi tanácselnök nagyon rendes volt, tehát ő volt az a tanácselnök, ahogy megalakult egy szervezet, egyből adott irodát neki. Az MDF rosszul járt, mert a többi párt az már MSZMP irodát kapott, és a helyi MSZP is tök korrekt volt, azonnal adta le az irodákat, tehát például az SZDSZ, Fidesz már volt, MSZMP irodát kapott. És akkor ugye ősszel láttam, hogy megalakult az SZDSZ, az meg a Rottenbüller utcában, a könyvtárban volt a gyűlés, oda is lementem, és akkor jött a 4 igen, ugye amikor választani kellett, hogy akkor most mégis melyiket választja az ember, és akkor így kerültem át az SZDSZ-be. Csak annyit vetnék közbe, hogy ez a történet egyebek mellett azért is érdekes volt, mert azért az nem ilyen királyi út volt, és tök egyértelmű, hogy ki melyik pártnak lesz a tagja.
azért ebből nagyon világosan kiderül. Tessék! Stúdiónk vendége volt dr. Bajkai István országgyűlési képviselő. Országgyűlés képviselője. A Fidesz részéről szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. És mondhatnám meg annyi bizottságot, aminek tagja, de időn kevés van, úgyhogy nem pazaroljuk erre. Először kezdjük a keményebb dolgoknál. Alig pár nappal ezelőtt Erzsébet város polgármestere hivatal előtt öntüntetés szervezett, ön volt a főszónok. Milyen eredményt ér el egy ilyen tüntetés? Azt gondolom, hogy a tüntetésnek az elsődleges erkölcsi tartalma az, hogyha fontos ügyért szeretnénk kiállni, akkor annak hangot adunk. Egy demokráciában a tüntetés ennek egyik megnyilvánulási formája. Niedermüller Péter rendkívül súlyos kijelentéseket tett a fehér, keresztény, heteroszexuális közösséggel szembe. Őket rémisztő képződménynek hívta, annak nevezte, és ezzel szemben szólaltunk föl, felszólítottuk őt a lemondásra, és meggyőződésünk az, hogy aki így viselkedik, aki ilyen kifejezéseket használ, az nem méltó a hivatalára. Későbbiek folyamán ugye egy kereskedelmi televízióban, mint ebben a televízióban is elmagyarázta, hogy ő mire gondolt, és hogy ez, ahogy ön mondja, ki van ragadva a környezetéből, a szövegkörnyezetből. Hogyha ezt a szövegkörnyezetet elemek, akkor a helyzet tulajdonképpen még rosszabb. Egyrészt szerintem nem lehet ezt megmagyarázni, ez megmagyarázhatatlan. Másodszorban pedig, hogyha végignézzük valóban a szöveget, végignéztük félretés ne essék, tehát nem kiragadtunk egy mondatot, akkor a mondani valója tulajdonképpen még szörnyűbb, ha szabad ezt a kifejezést használni, hisz ő valahol a világ összes problémájának, a kirekesztésnek a fehér, keresztény, heteroszexuális közösséget tartja. Tehát azt gondolom, hogy olyan súlyos szavak voltak ezek a részéről, nem is beszélve arról, hogy ezt is elmondtam ezen a tüntetésen, hogy Niedermüller Péter, amikor letette a polgármesteri esküjét, akkor ebben az eskü szövegében szerepel, hogy államunknak a törvényeit betartja, az alkotmányos rendelkezéseket betartja, és felesküdött az alaptörvényünkre, aminek egyik fontos bevezető mondata az, hogy minden vallási közösséget tiszteletben tart, és büszke a keresztény hagyományaira, amely az ország maga mögött tud, és amelyen alapul az egész kultúránk, ezt az esküt megszegte. Ez az első alkalom, hogy egyik a legnagyobb magyar civil szervezetnek a Vatikánhoz, a pápához fordult ez ügyben. Mi erről a véleménye? Rendkívül fontos lépés volt, hisz azt gondolom, hogy a világban, ahol naponta 9 átlagosan statisztikai számot tekintve természetesen 9 keresztényt ölnek és gyilkolnak meg a világ különböző részein. Azzal kell szembesülnünk, hogy itt most már Európa szívében is támadnak bennünket. Erre hívta fel a figyelmet a Civil Összefogás Fórum, és ezért is fordult pápa őszentségéhez, hogy felhívja a figyelmet, és ő álljon ki az Európában lévő keresztények jogainak a védelméért. Ugyanilyen erővel harcol ön a zéró tolerancia, az antiszemitizmus, rasszizmus, homofóbia és egyebek ellen is? Főszerkesztő úr ismer annyira, és tudja, hogy ugyanígy kiállok. És szeretném ezt is hangsúlyozni, hogyha ilyen kijelentést tett volna bárki, mondjuk a jobboldali, konzervatív oldalról, akkor ugyanezt mondtam volna, és ugyanezt képviselném. Tehát ezek a kijelentések, de egyébként bármely vallási közösség, bármely közösséggel szemben ugyanígy megengedhetetlenek. Tehát a magyar kormány, a Fidesz, és személyesen én magam is az abszolút, a legszigorúbban vett zéró tolerancia híve vagyok. Nincsen kicsi, közepes, meg felsőfokú rasszizmus és kirekesztő politika, az vagy van, vagy nincs. Tehát ez a zéró toleranciának a lényege, ezért is kell kiállnunk rögtön is azonnal, hogyha ilyen jogsértés történik. Köszönöm. Mi a helyzet a történelmi Magyarország lakóival, ahol a jogsértések sorozata történik nap-nap? Én el tudtam mondani köszönhetően a meghívásnak ebben a műsorban is másút is, hogy meggyőződésem, hogyha egész Európát tekintjük, akkor az egyik legjobban üldözött nép az a magyar nép. Tehát ha végignézzük Kárpát-medencében, hogy hány helyen nem tanulhatnak, nem gyakorolhatják a nyelvüket, meggyőződésük, magyar identitásuk miatt őket hátrányba szorítják, akkor azt mondhatjuk, hogy Európán belül mi magyarok üldözöttek vagyunk. Sajnos szomorú tény, hogy erre a jogvédő szervezetek nem
egyáltalán nem reagálnak, nem veszik észre, és a jogvédő szervezeteknek mintha nem tűnne föl azt, hogy itt Kárpát-medencében, a történelmi Magyarországon a magyarságot üldözik és elnyomják. Ön az elmúlt 48 órában több száz kilométert levezetett. Milyen nemzetközi ökölvívó emlékversenyen vett részt? Mint a Magyar Ökölvívó Szövetségnek az elnöke, nyitottam meg a polgármester úr a Debrecenben a most már 64. alkalommal megrendezésre kerülő Bocska István nemzetközi ökölvívó emlékversenyt, ami elmondható, szabad ezt most büszkeséggel mondani, főleg az elődökre tekintettel is, hogy ez Európa egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb nemzetközi ökölvívó versenye most így az olimpia előtt és a kvalifikációk előtt. Több mint 30 ország, összesen 33 országnak több mint 220 sportolója vesz részt ezen a megméretetésen. Köztük olimpiai bajnokok, világbajnokok, Európa bajnokok, szóval egy rendkívül rangos nemzetközi mezőny, és majdnem 60 magyar fiatal sportoló is itt megpróbál eredményt elérni, és részt vesz, és megméretteti magát. Úgyhogy ez egy rendkívül magas színvonal, rendkívül nagy nemzetközi elismertségű verseny, és ezt volt szerencsém megnyitni, és csütörtökön és pénteken már majd a döntőkre fogunk összpontosítani. Most a selejtezők zajlanak. Mindenkit nagy szeretettel várunk Debrecenbe, mert ez egy ritka nagy esemény Magyarországon. Nem fogja szeretni a következő kérdés, de én akkor is fölteszem. Ugye van az a sport, amit úgy hívnak, hogy futball, és a futballban, mintha az emlékeinkből élnénk, hogy valamikor nagyon nagyok voltunk, nincs a világon olyan futballkedvelő, aki ne sorolná föl az összes játékosok nevét, akik akkor részt vettek a magyar futballba, akár a bírókat, akár az edzőket, mindent. A maiakból nem igazán tudnak. Mi a helyzet tulajdonképpen az ökölvívásba? Be fogunk jutni az olimpiára, vagy itt is most várunk, ameddig egy új generáció felcseperedik? Milyen szinten vagyunk? Őszintén kell mondani, és mindig őszintén beszélünk itt egymással, és mindig őszintén mondom el a véleményemet bármilyen kérdésben. Sajnos az ökölvívás sem a legfényesebb lapjait írja ma manapság Magyarországon. Egy olyan helyzetben van az ökölvívó sport, amikor nagyon kevesen, viszonylag, vagy inkább fogalmazzuk úgy, nagyon kevesen mennek el sportolni, tehát az utánpótlás az nagyon kevés, nagyon kevesen választák ezt a sportágat, másodszor pedig nem nagyon vannak nemzetközi eredmények, tehát a magyar bajnokság az nem éri el a nemzetközi színvonalat. Van néhány kiemelkedő tehetségünk, akikben bízunk, hogy most márciusban, Londonban, illetve hogyha nem kerülnek be ott, akkor a párizsi világkvalifikáción tudnak kvalifikálni magukat az olimpiára, de hozzá kell tennem, én most a negyedik hónapja vagyok az Ökölvívó Szövetségnek az elnöke, hogy egy nagyon kemény alapozó és alapokat is újra rakó munka előtt állunk, mert az ökölvívás mai helyzete sajnos jelentős fejlesztésre szorul és jelentős előrelépésre szorul. Ne felejts el, hogy én két éven belül ezt újra fogom kérdezni, és ennyi idő alatt eredményeket is lehet elérni. Annál is inkább, mert készültem erre a beszélgetésre, és megnéztem, hogy hogy megy ez Amerikába. Amerikába ez a szegények sportja, azoké, akik nem igazán értek másban eredményeket, de ebbe ki tudtak bontakozni, és utána még eredményeket értek el a középiskolai egyetemi tanulmányaiba, és végül kimagaslóak lettek. Tehát ez egy lehetőség felzárkóztatni olyanokat, akik esetleg még nincsenek felzárkózva. Tervez-e az ország határain, illetve szegényebb környéken edzőtermeket nyitni? Nem akadémiákra gondolok, hisz gondolom azon kívül, hogy kell, hogy legyen öltöző, hideg, meleg víz, meg valami, amiben boxolnak, mert megvannak a megfelelő játékszabályok, de mégis olcsóbb, mint egy stadiont építeni. Nemrég jöttem vissza, hogy megtekintettük, hogy hogy áll a Gyergyószentmiklósi boxakadémiáknak a helyzete. Ott hamarosan egy boxcsarnok létesül, kifejezetten erdélyi fiatalok számára, és szeretném mondani büszkeséggel, hogy ott egyrészt nem csak a szegények sportága, hanem a város középvezetői vagy középrétegeiből is bőven jönnek oda sportolni. Az egyik feladatunk az, hogy természetesen
első helyen ugye a szegényeket, szegény embereket, szegény embereknek is szokták ezt a sortját mondani, de valójában ez a típusú megközelítés változzon. Ha végig gondolunk, hogyha Svájcban nem csak a szegényeknek a sportága, vagy Angliában, vagy éppen Japánban, akkor Magyarországon is így kéne lenni. Másodszorban való igaz, hogy a nehéz, hátrányos helyzetben lévőknek ez egy valóban egy kiemelkedés lehetősége. És ott például Gyergyóban, akik eljönnek edzeni, ott egyrészt egy fantasztikus légkör uralkodik, és kezelhetetlen, fogalmazunk ki, gyermek, akik az iskolába odajönnek, ma fantasztikus eredményeket érnek el, mert megtanulják őket a fegyelemre, a szorgalomra, arra, hogy el kell viselni a nehézségeket, és Bőjte atyának számos gyermeke sportol most Erdélyben, úgyhogy egész Kárpát-medencében, az egész történelmi Magyarország területén szeretnénk ilyen boxklubokat, boxakadémiákat létesíteni. Nem létező kalapomat megemelem ön előtt, de én azt szeretném, hogyha legközelebb arról tudna beszámolni. Nagyon fontos Gyergyó, de nem kevésbé fontos azok a települések, ahol nagyon nagy szükség lenne erre, itt a határokon belül. Abszolút, hát például most példákat sorolhatnék, az egyik leghátrányosabb helyzetű területen Sárospatak és környékén is tervezünk egy ilyen felzárkóztató sportklub létesítét. Már most is van ott egy nagyon jól működő, nagyon erős szakmai munka. Például akik abban a térségben, Borsodban vannak, azoknak kifejezetten van egy ilyen sportklubjuk, már azt szeretnénk erősíteni. Úgyhogy értem a szavakat, főszerkesztő, erre is törekszünk. Ez is benne van a gondolkodásunkban és a programunkban. Nézőink kedvére elmondom, hogy azért Sárospatakon felsőoktatási intézmények is vannak. Tehát akik kimagasló eredményeket fognak elérni, és összekapták magukat, azoknak Sárospatakon van más is, ahol beiratkozhatnak. Nézzük még, hátra van 2 percünk, hogy készül a parlament hamarosan megnyíló munkájára? Jövő héten kihelyezett frakcióülésre kerül sor, ahol a frakció úgymond meghatározza a legfontosabb programját és a következő időszakra szóló legfontosabb feladatainkat. Nyilván ezen a kihelyezett frakcióülésen kerülnek azoknak a fontos súlyponti kérdéseknek a megtárgyalására, amelyet majd a parlamentben is szeretnénk törvényalkotásban, jogalkotásban érvényesíteni, illetve a parlamenti munkára is most már felkészülünk. Tehát ugye eddig tartott úgymond a szünet, bár a képviselők azt gondolom, hogy ezt is végig dolgozták, ezt az időszakot személyesen meg tudom ezt erősíteni, de ugyanakkor valóban a parlamenti munka február közepén kezdődik formálisan, azt megelőzően pedig programelőkészítés folyik. Majd ezt követően kerül sor a miniszterelnök évértékelőjére is. Igen, februárban kerül hagyományosan szokásainknak megfelelően a Polgári Együttműködés Egyesületének a szervezésében miniszterelnök úrnak az évértékelőjére. Ott is a legfontosabb kérdéseket majd a közélemény hallhatja, láthatja. És ha már boxról beszéltünk, sor fog kerülni ezen az évértékelőn box nyelven kiütésekre. Nem ismerjük még az évértékelőnek azt gondolom a tartalmát. Én azt gondolom, hogy box nyelven szólva inkább a ringnek az elhelyezését és a ringben velő munkáról lesz szó, szerintem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, kedves nézőim. Az elmúlt 15 percben dr. Bajka István, a Fidesz országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm. Ezzel mai műsorunk végére értünk. Ne feledjék, hogy hétvégén megismételjük adásunkat, jövő héten pedig ugyanebben az időben várjuk Önöket a képernyő elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!